Szadem mindenki ismerte Ciberéné Szitó Máriát, hiszen 35 éven át meghatározó alakja volt a település közösségi és kulturális életének. Rendületlenül gyűjtötte a szadai népdalokat, népszokásokat, melyeket később könyvbe foglalt, valamint a tárgyi örökségeket is elrendezte az általa megálmodott tájházban. Megjelölte a szadai történelmi emlékhelyeket, építette a külföldi kapcsolatokat. Tudását nem tartotta meg magának, örömmel tanította a fiatalokat. Ő volt a szadai népi együttes megalakítója. Álma egy a 21. században is gyökereihez hű, erős, autonóm, kultúrált közösség, mely otthon van a tágabb világban, nemzetében, Európában. 2009. június 11-én hunyt el. Emlékét ma is nagy szeretettel őrzik. A község sírkertjében Vécsei László polgármester és Novák Lászlóné tájházvezető mondott emlékező beszédet. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy megemlékező találkozóra jöttünk ma össze ezen az emlékhelyen, melyet Szitó Marika emlékére állított a község. Megemlékező találkozóra bensőséges keretek között. Mindannyiunk nevében tisztelettel, szeretettel köszöntöm Imrét. Örülök, hogy részt tud venni ezen a első megemlékezésünkön, ami remélem, hogy rendszerré válik, és egyre többen leszünk itt majd ezeken a megemlékező találkozásokon azok közül, akik szerették és tisztelték Marikát, és azok közül, akik nagyon sokat köszönhetnek neki. Tulajdonképpen az egész község nevében mondhatjuk, hogy nagyon sokat köszönhet a község Szitó Marikának, és azért is hangsúlyoztam, hogy a megemlékező találkozó ez a mai, vagy találkozás ez a mai, mert nem csak akkor találkozunk Marikával, amikor emlékezünk rá, hanem azt gondolom, hogy szinte minden nap, amikor éljük az életünket a községben, lépten nyomon belebotlunk mindabba, amit ő nekünk hagyott. Ha végig gondoljuk azt az életutat, azt a pályát, azt a több évtizedet egyébként, amit ebből Szadán töltött, akkor nagyon sok minden eszünkbe jut a könyvtártól, a népi együttesig, az emlékhelyek megjelöléséig, a helytörténeti munkákig, a hangzóanyagokig, a régi és az új tájház előtt elhaladva óhatatlanul eszünkbe jut az a hihetetlen energia és lelkesedés és tudás, amit ő ezekbe a művekbe belefektetett. Most a legutóbbi nagyközségi eseményen, ami a összetartozás emlékműnek a létrehozása és avatása volt, bizonyára többünknek eszébe jutott, hogy amikor az új tájházat terveztük, akkor egy lehetséges helyszínként ez is fölmerült, és hát végül is a mai helyét, otthonát úgy találta meg a tájház, hogy Marika azt mondta, hogy nincs arra idő, hogy azt kivárjuk, amíg az elkészül ott a patakparton,
és hát így kerültünk tájházzal is arra a helyre, ahol most vagyunk. De én azt gondolom, hogy a tájházat elnézve, és azt a méltó folytatást, munkájának méltó folytatását elnézve, ami ott történik az elmúlt években is, az bizonyára örömmel és boldogsággal tölteni el. Sőt, biztos vagyok benne, hogy örömmel, boldogsággal tölti el, mert valahonnan, valahol lát ő bennünket és figyel bennünket. Azt gondolom, hogy minden olyan tevékenységünkben, ami ahhoz illeszkedik, amit ő véghez vitt, minden olyan tevékenységünkben az ő figyelő szeme és a óvó tekintete rajtunk van. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött erre a mai találkozóra, és azt kérem mindannyiunktól, hogy méltóan ápoljuk azt, amit ő ránk hagyott, és próbáljuk meg a szadaiak új nemzedékét is bevonni, hiszen nagyon sok olyan iskolásunk van, akik már bizony középiskolások, sőt, akár már egyetemisták, és akiket ő tanított, ő indított el az élet útján. Azt hiszem, hogy minden egyes ilyen alkalommal, vagy minden olyan alkalommal, ami Marinak valamilyen módon az élet művét érinti, annak a folytatását jelenti, föl kell hívnunk az ifjabb generációknak a figyelmét is arra, hogy volt nekünk egy Szitó Marikánk, aki a műveiben, a hagyatékában itt van közöttünk. És átadnám a szót Grétinek, aki, nem kell bemutatni őt, méltó folytatója és évtizedeken keresztül munkatársa volt Marikának, segítője volt, mentora volt, és talált két nagyon szép és méltó idézetet, amit azt hiszem egy ilyen alkalommal érdemes felolvasni. Tartanám a mikrofont. Jaj, köszönöm szépen. Én végig nézegettem egy csomó videófelvételt Mariról, de olyan beszéltő, hát tudjuk, hogy szeretett beszélni, de olyan összefüggő szövegrész, ami ilyen mottója lenne az életművének, vagy annak, amit ő képviselt, hát nehezen találtam. Végül találtam kettőt. Nagyon érdekes. Az egyik az 1993-as Szadáról szóló tévé műsorban szerepel. Község fejlődéséről szól tulajdonképpen a film. Egy fél órás tévéfilm volt, szép. Érdemes újra végignézni. Ebben Mari következőket mondja. Azt gondolom én, hogy ma az értelmiségi feladata, hogy tanulja meg azt, amit a parasztember tudott régen, és tegye olyan szintűvé, ami a színpadon is megállja a helyét, vagy visszatanítható az iskolában. Hiszen a hagyományok ma már nem egy az egyben élnek. Itt a gyűjtés tulajdonképpen az oktatás meg a színpad számára, mintha az lenne a cél. Nem tudom, hogy a Szadai kertek alatt című videófilm mikor készült, később, de itt már kicsit hosszabban az egésznek egy mélyebb filozófiáját fogalmazza meg Mari, hogy miért is van arra szükség, amit ő csinált, szorgalmazott, és az adaiakkal együtt létrehozott. Így szól. Van, aki azt mondja, úgy már nem lehet élni, mint régen. Nem is erről van szó. Arról a szellemről van szó, amelyben őseink éltek, és ma is megtaláljuk például az idős emberek ajkán, az idős emberek életében, erkölcsében. Azt kellene megtanulnunk, hiszen az nem változik. Mindenki panaszkodik arról, hogy a mostani generációt nem jól neveljük. Talán vissza kellene gondolnunk, hogy milyen erkölcsi alapokon, milyen szemléletben, közösségi erőben nevelték az embereket. Tehát nem egy az egyben feltétlenül a régit utánozzuk. A hagyományok sok mindenre megtanítanak bennünket. Hogyan lehet egymással szépen közösen szórakozni, egymástól tanulni? Hiszen a nagy családokban egymást tanították a mindennapi életre. Az egész életre adott az apa és az anya útmutatást a gyerekeknek. Azt a szellemet kellene tehát megtanulnunk a régiektől, amely egy közösséget összetart, amely egy közösséget sokszínűvé tesz. Ahogyan az idősebbtől tanul a másik, az ügyesebbiktől a kevésbé ügyes, de ahogyan a kevésbé ügyest elfogadja az ügyesebb. Ezt a szellemet kellene megtanulnunk, mert ez jobb lenne a falunak. Mi
Atyád, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd a gonoszság, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A Ciberiné Szitó Mária által alapított népi együttes éneke után Szada község önkormányzata nevében Oroszi Sándor alpolgármester és Oroszi Sándor önkormányzati képviselő helyezte el koszorúját, majd a családtagok, ismerősök helyezték el a megemlékezés virágait. A megemlékezés után átvonultak a tájházba, hogy kötetlen beszélgetés keretében közösen elevenítsék fel a Marikával együtt töltött évek emlékeit. Thank you.